Egy sportoló életében nem csak a mérkőzések fontosak, hanem a megméretések közti felkészülés minősége és eredményessége is hozzájárul a sikerhez. A DKS-e kajakkenusai folyamatosan edzenek, hogy sikerrel vegyék az akadályokat. Kajakkenusainkra magyar bajnokságok és válogató versenyek várnak. A részletekről Molnár Gergely edző számolt be. A felnőtt szinten nagyon komoly versenyek következnek, ugyanis a magyar bajnokságok fognak következni, és hát ez egy válogató is egyben a világbajnokságokra. Tehát lesz a U23-asoknak a világbajnoksága Montemorba, Portugáliába, és lesz a felnőtteknek Dániába. Az edző hozzátette, természetesen a lehető legjobb eredményekre hajtanak. Hasonlóan jó szereplést, mint a vidékbajnokságon, mert ott is nagyon jó sok aranyérem született, és szeretném, hogy az országos bajnokságon is ezek az eredmények meglegyenek. Illetve hát azt, hogy a korosztályos versenyzők, akiknek ugye van esélye, azok jussanak ki, illetve hát a felnőtteknél is nyilván a VB a cél, hogy kijussunk. Egy rövid kényszerpihenő után Hajdú Jonatán is újra teljes gőzzel készül a versenyekre. Néhány hét múlva lesz majd még a magyar bajnokság, ami a világbajnokságnak a második válogatója lesz. Úgyhogy erre a két versenyre készülünk. Hiszen 5 hét múlva rendezik majd a magyar bajnokságot, úgyhogy még van egy kis időnk. Az EB óta ugye eltelt nagyjából 6 hét. Egy kis kényszerpihenőre kényszerültem, de most már újra edzésben vagyok 4 hete, és úgy érzem, hogy kezdek visszajönni. Slihocki Ádám elmondása szerint fáradt, de nagyon várja már a rövidebb, intenzívebb edzések kezdetét. Hát, hogy őszinte legyek, most eléggé fáradt vagyok, ez volt ilyen alapozó időszakunknak a vége felé közeledünk, most már csak 2 hét van a versenyig, ugye, szóval most ez szerintem természetes és normális, hogy fáradt vagyok. Most kezdődnek majd az ilyen rövidebb, intenzívebb edzések, és akkor élezünk rá a bajnokságra. A sportoló felkészülését nehezítette, hogy a vele együtt párosban induló Szőke Attila megsérült. A párom az előző válogatón sérült volt, szóval nem tudtunk rajtozálni, ezért mindenféleképpen nyernünk kell, és ez is a célunk, és szerintem ez egy reális cél. Nyerni kell, és utána pedig a szétlövést is meg kell nyerni az előző nyertes egység ellen, és akkor utazhatunk a VB-re. Bár az olimpia most nem jött össze, a DKS-e kajakkenusai az eddig ismert állapotokhoz hasonló intenzitású edzésekkel és felkészüléssel vágyják a közeljövőben esedékes megméretéseket.